Újra megrendezésre került a Szekszárdi sportcsarnokban az integrált asztali teniszbajnokság. A legutóbbi megmérettetés februárban volt, azóta inkább a városi kupákra koncentráltak a szervezők, most viszont újra ideje volt, hogy összecsapjanak a játékosok az asztal felett. A Fákja ESE szervezésében lezajlott versenyre a régió több pontjáról is érkeztek sportolók. Régi motorosok és új versenyzők is jeleskedtek a bajnokságon. Gyerekkorom óta pingpongoztam, utána kis váltással futball lett, és akkor a sérülést követően konditerem, és körülbelül 10 éve kezdtem újra egy ilyen baráti társaságban, és a Sebestyén András barátomon keresztül kerültem én ide be ebbe a terembe, a Fákja ESE-be, és hát tulajdonképpen én körülbelül 10 éve pingpongozom így rendszeresen. Heti szint az körülbelül 2-3, plusz hogyha van versenyidőszak, akkor a hétvégén a meccs. Romanov Orsolya is régóta űzi az asztali teniszt, hosszú idő óta most vett először részt a Fákja ESE versenyén. Én tornán kezdtem el játszani, még 14 éves koromban, szóval már vagy 10 éve játszom. Hát 4 évig folyamatosan játszottam tornán, majd ez így abba maradt, és hát így hébe-hóba még azért játszottam, én védőként kezdtem. Most jelenleg Paksi csapatban játszom, és átváltottam támadásra. Mert én eddig védőként játszottam, és most teljesen átfordult, és most támadó sima szoftjaim vannak. És azért jöttem ide, mert újra ez a sima softtal szeretnék játszani. Az integrált asztali teniszkupát havi rendszerességgel szeretnék a szervezők megrendezni. Most 15 meghívott játékos van, 5-ös csoportokba játszanak, és a 3 első helyezett játszik a fődíjért tulajdonképpen, és a többieknek meg egy ilyen vigaszágas főtáblát még csinálunk, hogy azért mindenki játszol 6-7 meccset. Sok helyről érkeztek a játékosok, mondhatnám, hogy régiós a verseny, mert hogy Paksról, Dombóvárról, Zombáról, Pécsről jöttek javarészt, de Budapestről is van 2 játékos, aki az első hívószóra tényleg azonnal mondta, hogy jönnek játszani. Az őszi szezonban rendszeresek lesznek a városi és az integrált asztali teniszbajnokságok, így aki kedvet érez ahhoz, hogy megmérettesse magát, vagy csak edzések erejéig szeretne csatlakozni az egyesülethez, bátran vegye fel velük a kapcsolatot, és gyarapítsa a sportot kedvelők táborát.